A megbízhatónak számító Di Atletik értesülései szerint jó esély mutatkozik arra, hogy az Inter Miami lesz Lionel Messi következő klubja. Szenzációs igazolásokat tervez a Real Madrid. Hivatalossá vált, hogy az újfent megsérült Paul Pogba kihagyja a katari világbajnokságot. Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Ám mielőtt még elkezdenénk, szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és kattintsatok rá a csengőre is, hogy a videóink által első kézből értesülhessetek a foci világ aktuális és legfontosabb történéseiről. A Portugál Ábola című sportnapilap szerint a Real Madrid továbbra is kiemelt figyelemmel követi a Sporting 23 éves spanyol jobbhátvédjét, Pedro Porrót, akinek a neve már a nyáron is felmerült a Real Madriddal kapcsolatban, amely Dani Carvajal egyik lehetséges utódját látja az egyszeres válogatott játékosban. Porró szerződésében ugyanakkor Fabricio Romano értesülései szerint 45 millió eurós kivásárlási záradék van rögzítve, korábbi klubja, a Manchester City pedig 20 millió eurós visszavásárlási opció rendelkezik. A Sky Sports úgy tudja, hogy a Juventus és az AC Milan mellett a Newcastle United is érdeklődik a Chelsea amerikai játékosa Christian Pulisic iránt, aki a kevés játék lehetőség miatt nem zárkózik el a klubváltás elől, a szarkák pedig állítólag már januárban ajánlatot tehetnek érte. A Bayern München szeretné további egy évvel meghosszabbítani 33 éves kameruni támadója, a legutóbbi 5 tétmeccsén egyaránt betaláló, összességében pedig ebben a szezonban 12 találkozón már 7 gólt jegyző Erik Maxim Choupo-Moting 2023 nyarán lejáró szerződését. Frank Kessie ügynöke George Atangana cáfolta azokat a híreket, miszerint ügyfele a kevés játék lehetőség miatt már januárban távozni akar az FC Barcelonától, ami a nyáron a lejáró szerződésének köszönhetően ingyen szerezte meg az elefántcsontparti játékost az AC Milántól. Frank boldog a Barcelonánál és nem akar távozni. Még csak néhány hónapja van a klubnál, vagyis kell még neki egy kis idő, amíg alkalmazkodik a Barcelona játék stílusához, jelentette ki a Mundo Deportivo-nak adott interjújában az afrikai játékos menedzsere. A Real Madrid nem kívánja meghosszabbítani belga sztárjának Eden Hazardnak a 2024-ben lejáró szerződését, és a királyi klub jövő nyáron megpróbál majd túladni a csapat legutóbbi 8 bajnokián egyetlen percnyi játék lehetőséget sem kapó 31 éves játékoson, akinek a pletykák szerint jelenleg a Juventus a legkomolyabb kérője. Az elmúlt időszak gyengébb eredményei ellenére az Atlético Madrid vezetősége továbbra is bízik Diego Simeone vezetőedzőben. Olyannyira, hogy a matracosok állítólag szeretnék további 2 évvel meghosszabbítani az argentin tréner 2024 nyaráig érvényes szerződését. Az Internazionale belga válogatott támadója Romelu Lukaku rásérült a korábbi combhajlító izom húzódására, ami miatt a másfél héttel ezelőtti felépülése előtt 2 hónapot kellett a partvonalon kívül töltenie. A mostani sérülése azonban a hírek szerint nem ennyire súlyos, és a november 20-án kezdődő világbajnokságra várhatóan fel fog épülni. Angol sajtóhírek szerint az Arsenal szóban megegyezett a Leicester City belga középpályásával, a Real Madriddal és a Juventusszal is szóba hozott Yuri Tielemans-szal, aki biztosan nem hosszabbítja meg a 2023-ban lejáró szerződését a rókákkal, így jövő nyáron ingyen igazolható lesz. A Di Atletik értesülései szerint a Brighton új edzője Roberto De Zerbi arra kérte a klub vezetőségét, hogy tegyen meg mindent a Shakhtar Donetsk 26 éves középhátvédje Mikola Matvienko megszerzése érdekében, akit az olasz tréner jól ismer, hiszen nem is olyan rég az ukrán klubnál már dolgozott együtt vele. Mintegy másfél hónapos kihagyás után ismét edzésbe állt a Bayern München francia válogatott védője Lucas Hernández, aki még az FC Barcelona elleni hazai BL meccsen szenvedett izomszakadást. Spanyolországi sajtóhírek szerint a Palmeiras brazil támadó ígérete a fél Európa által figyelt Endrick gyerekkori álmát követve mindenképpen a Real Madridhoz akar igazolni, és bár a játékos szerződésében egy viszonylag magas 60 millió eurós kivásárlási záradék van rögzítve, a São Paulói klub állítólag ennél kevesebb pénzért már 35-40 millió euróért is hajlandó lenne őt eladni. Ugyanakkor a jelenleg érvényes szabályok értelmében a támadó leghamarabb csak 2024-ben igazolhat Európába, amikor is a 18. életéve betöltésével felnőttkorúvá válik. A Premier League 12. helyén álló Everton azt tervezi, hogy a januári átigazolási időszakban leigazolja a Monaco brazil balhátvédjét, Caio Henriquét, aki iránt azonban egy másik angol csapat, a Brighton is érdeklődik. Az AC Milan további 2 évvel 2025-ig meghosszabbította vezetőedzője. Az együttessel az előző idényben bajnoki címet nyerő Stefano Pioli eredetileg 2023 nyaráig szóló szerződését. Az új kontraktus pedig a hírek szerint az eddigi évi nettó 2,8 millió euró helyett évi nettó 3,5 millió eurós fizetést tartalmaz. A Manchester United mindenképpen szeretne igazolni egy új, támadó szellemű jobb hátvédet, és a klub egyik kiszemeltje a Norwich City 22 éves angol játékosa, Max Aarons, akit 2024-ig szóló szerződés köti jelenlegi klubjához, amely a hírek szerint 15 millió euróra értékeli fiatal védője értékét. A következő szezonnak várhatóan már nem Massimiliano Allegri irányításával vág neki a Juventus, amelynél a jelenleg a Tottenham Hotspurnél tevékenykedő Antonio Conte az első számú jelölt a kispadra, aki korábban 2011 és 2014 között már vezette a torinói csapatot, amelyel abban az időszakban 3 bajnoki címet is nyert. Az 53 éves szakember kontraktusa egyébként 2023 nyaráig érvényes a londoni klubnál, vagyis jelen állás szerint a szezon végén ingyen igazolható lesz. Az Ajax Amsterdam hivatalosan is bejelentette, hogy nem érvényesíti a vételi opcióját a Juventustól idén januárban 1 évre kölcsönvett Mohamed Ihattáren esetében, aki ebben a szezonban még egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára a holland csapatban, így a 20 éves középpályás a következő év elején visszatér a torinói klubhoz. Ryan Emaye, a Ferencváros marokkói támadója az egyik nyilatkozatában elárulta, hogy nyitott arra, hogy elhagyja a zöldfehéreket. A nyáron több klub is komolyan érdeklődött irántam, de akkoriban éppen egy súlyos sérülésből lábadoztam, így nem volt ideális az időpont a távozásra. Jelenleg azonban a világbajnokságra koncentrálok, ráadásul egy nagyon jó csapatban játszom Magyarországon. Ugyanakkor az is világos, hogy nem maradok itt örökre, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz, válaszolta a jövőjét firtató kérdésre a 25 éves támadó, akinek a brit sajtó szerint a skót Celtic az egyik legkomolyabb kérője. Az olasz bajnokság 12. fordulójának utolsó 2 hétfő este rendezett meccsén egyaránt vendéggyőzelem született. Az AS Roma hátrányból felállva verte 3-1-re a Hellas Veronát, a Bologna pedig szintén 0-1-ről fordítva nyert 2-1-re a Monza vendégeként. A La Liga 12. fordulójának záromeccsén a Hetafe 1-0-ra győzni tudott idegenben az Elche ellen, ezzel a sikerrel pedig a madridi csapat elmozdult a kieső zónából. Marco Rossi interjú a büntető.com-on. A magyar válogatott szövetségi kapitánya nyíltan beszélt taktikai elképzeléseiről, a játékosok önbizalmi problémáiról, de azt is elmondta, hogy Dzsudzsák Balázs és Pátkai Máté miért került ki a válogatottból, vagy hogy Ádám Martin kezdő lesz a válogatott következő meccsén. Az interjúhoz vezető linket keresd a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Rossz hír a francia szurkolók számára. Paul Pogba biztosan nem lesz ott a világbajnokságon, mivel újból megsérült, ezúttal combizomszakadást szenvedett. A 29 éves középpályás 4 évvel ezelőtt alapember volt, amikor a francia válogatott megnyerte a világbajnoki címet. A döntőben gólt is szerzett, és tavaly ősszel is meghatározó játékosa volt a Les Bleus-nek, amikor a válogatott elhódította a Nemzetek Ligáját. A címeres mezben azonban március óta nem lépett pályára, de nem csak a válogatottban kényszerült hosszú kihagyásra. Utoljára április 19-én játszott tétmeccset, amikor még a Manchester Unitedben az utolsó 10 percre becserélték a Liverpool elleni rangadón. Pogba az előző idény hajrájában combsérülés miatt hiányzott, majd miután lejárt a szerződése a manchesterieknél, visszatért a Juventushoz, és az olasz klubnál abban bíztak, hogy úgy fog futballozni, ahogyan tette azt az első torinói időszakában is. Ez persze még megtörténhet, azonban Pogba egyelőre egyetlen mérkőzés sem játszott régi új csapatában, mivel 2 héttel a leigazolása után júliusban az egyik edzésen térdsérülés szenvedett. Mivel a világbajnokságot semmiképpen sem akarta kihagyni, ezért úgy döntött, hogy nem fekszik kés alá, és hagyományos kezeléssel próbál felépülni, de végül mégis kénytelen volt megoperáltatni magát. Az biztos volt, hogy a VB előtt már nem játszik, de megvolt az esélye, hogy a tornára felépül, és Didier Deschamps így is kiviszi Katarba. A múlt héten meg is kezdte az edzéseket a Juventusnál, de ez sem tartott sokáig, hiszen a minap a tréningen combizomszakadást szenvedett, ami újabb, legalább 2 hetes kihagyást jelent az esetében. Tegnap este pedig ügynöke Rafaela Pimenta a francia sajtónak elismerte, hogy Pogba biztosan nem lesz ott a VB-n, így már a második kulcsember dől ki Deschamps válogatottjának középpályájáról, hiszen a szakvezető biztosan nem számíthat a Chelsea-ben futballozó, szintén világbajnok N'Golo Kantéra sem. Immár szabaddá váltak az Európai Unión kívüli játékosokat illető helyek a Real Madrid keretében, és a Bajnokok Ligája címvédője ezt Gabriel Jesus vagy Jude Bellingham esetleg mindkettő megszerzésére használhatja fel jövő nyáron. A La Liga jelenlegi szabályozása értelmében a klubok keretében 5 olyan futballista lehet, aki az Európai Unión kívülről érkezett, ugyanakkor egy-egy bajnokira közülük maximum 3-at lehet nevezni. Mindez a több dél-amerikai játékossal is rendelkező Real Madrid számára nem kis gondot jelentett az elmúlt időszakban, hiszen a klubnál a brazil, egyben spanyol útlevéllel nem rendelkező Éder Militão, Vinicius Junior és Rodrigo is alapembernek számít. A klubnak így a legutóbbi átigazolási időszakban erre is tekintettel kellett lennie. Jövő nyáron azonban ez már semmiféle gondot nem jelent, hiszen szép sorban mindhárom előbb említett brazil labdarúgó megkapta a spanyol állampolgárságot. Az utolsó a sorban Vinicius volt, aki pár napja kapta meg a spanyol útlevelét, ami egyben azt jelenti, hogy jelenleg a Real Madrid keretében egyetlen olyan játékos sincsen, aki EU-n kívülinek számítana. Nem csoda, hogy a Goal.com rögtön arról kezdett cikkezni, hogy a Real Madrid bejelentkezhet az Arsenal támadójáért, Gabriel Jesusért. A 25 éves brazil támadót a megbízhatónak számító újságíró Fabricio Romano szerint Carlo Ancelotti már a nyáron kiszemelte Karim Benzema hosszú távú utódjaként, azonban az érvényes szabályozások miatt akkor nem volt reális esély a Manchester City játékos megszerzésére. Gabriel Jesus így végül az Arsenalba került, és egyelőre remekül megy neki a játék az ágyúsoknál. Nem csak a góljai és a gólpasszai, hanem a rendkívül hasznos mezőnymunkája, na meg a győztes mentalitása miatt is kulcsfigura Mikel Arteta csapatában, amely a dél-amerikai játékosnak is köszönhetően jelenleg vezeti a Premier League mostani kiírását. A brazil támadó többször is elmondta, mennyire jó döntés volt Londonba szerződnie, érzi a bizalmat és a szurkolók szeretetét, ami alapján jelenleg nehéz elképzelni, hogy már egy év elteltével elhagyja az ágyúsokat. A Real persze nem csak egy EU-n kívüli játékosra vetett szemet, az AS szerint például a brazil kerettagok spanyol állampolgársága inkább a Borussia Dortmund erősségének, Jude Bellinghamnek a leigazolását könnyítheti meg. A középpályás angolként ugyanis a Brexit óta már nem számít EU-s állampolgárnak, de ez immár nem jelent nehézséget a Real Madrid számára, amelynek csak a 150 millió euró körüli vételár kifizetése okozhat fejtörést, mert a BVB a hírek szerint ekkora összeget szeretne kapni a mostani szezonban fantasztikusan teljesítő 19 éves játékosért. A katalán sajtó szerint az FC Barcelona már januárban megpróbálhatja visszacsábítani Lionel Messit a Paris Saint-Germainből, de a legtöbb forrás szerint az argentin világklasszis a szezon vége előtt biztosan nem távozik Párizsból, és utána is sokkal nagyobb az esélye annak, hogy inkább az Inter Miami-ban folytatja. Amikor a minden idők legjobb futballistájának tartott Messi tavaly nyáron hatalmas meglepetésre elhagyta a Barcelonát és a Paris Saint-Germainbe igazolt, akkor egy ideig úgy tűnt, hogy Párizsban már nem lesz képes olyan kiemelkedő teljesítmény, mint fénykorában. Az előző idény nagy részében csak szenvedett, és ugyan még így is sokkal többre volt képes, mint a legtöbb játékos, de korábbi önmagához képest jóval gyengébben futballozott, még ha a szezon végére lassan kezdte is összekapni magát. Most össze viszont egészen elképesztő formában futballozik, hiszen eddig 17 mérkőzésen 12 gólig és 13 gólpasszig jutott, és mindössze 3 olyan összecsapása volt, amelyen nem talált be és asszisztja sem volt. Ennek köszönhetően pedig ismét téma lett Messi jövője, hiszen bár már 35 esztendős, de a jelek szerint még évekig képes ott lenni a legjobbak között a legmagasabb szinten. Messi tavaly nyáron 2 éves szerződést írt alá Párizsban, opcióval egy 3. szezonra, amihez azonban mind ő, mind a klub beleegyezése szükséges. Jelenlegi formáját elnézve a PSG természetesen szeretné őt megtartani, olyannyira, hogy a francia sajtó a napokban arról cikkezett, a párizsiaknál kvázi sportigazgatói szerepkört betöltő Luis Campos új szerződést ajánlana neki, ami opcióval együtt 2024-ig szólna, és a fővárosi klub a hírek szerint a jelenlegi évi nettó 40 millió eurós fizetését sem csökkentené. Ez pedig mindenképpen vonzó lehet a támadó számára, hiszen ekkora bérezést más klub biztosan nem tudna és talán nem is akarna garantálni a számára. Emellett persze azok a pletykák is gyakoriak, amelyek szerint az FC Barcelona szeretné egykori szupersztárját visszacsábítani. A katalánok elnöke Joan Laporta többször is beszélt arról, hogy reményei szerint Messi és a klub közös története még nem ért véget, és a Barszánál alighanem úgy voltak vele, hogyha az argentin szerződése az idény végén lejár, és nem kell transferdíjat fizetni érte, akkor a leigazolása anyagilag is kivitelezhető. A minap a katalán Sport is arról írt, hogy a barcelonaiak már januárban megszereznék Messit, mivel így jobban beleférne a költségvetésbe az alighanem csillagászati összegű fizetése. Elvégre a nyáron ismét új tervezetet kell majd beadni a La Ligának, új fizetési plafonnal. Arról nem szólnak a hírek, hogy ebben az esetben a Barca miként fizetne transferdíjat a PSG-nek, és az argentin klasszis a legtöbb forrás szerint nem is akar a szezon vége előtt távozni, még ha esetleg úgy is dönt, hogy nem marad Párizsban. Ráadásul az egyik legmegbízhatóbbnak számító angol újságíró, a Di Atletiknél dolgozó David Ornstein szerint az észak-amerikai bajnokságban szereplő Inter Miami vezetősége meglehetősen magabiztos abban, hogy Messi nyártól majd őket erősíti. A klub, amelynek a Manchester United egykori klasszisa, David Beckham az egyik résztulajdonosa, idén a legjobb nyolcig jutott az MLS-ben, első számú sztárja pedig Gonzalo Higuaín volt, aki azonban bejelentette, hogy az év végén befejezi pályafutását. A Miami Egyesületnél így felszabadul egy hely a keretben egy olyan játékosnak, akinek nem kell beleférnie a fizetési plafonba, és az Inter Miami állítólag már fel is vette a kapcsolatot Messivel, és a tengeren túli klubnál nagyon bizakodók azzal kapcsolatban, hogy sikerül rávenniük a hétszeres aranylabdás klasszist, hogy aláírjon hozzájuk. David Ornstein úgy tudja, a tárgyalásokat a Masfivérek, Jorge és José vezetik, akik Beckham mellett a Miami klub társtulajdonosai, és már számos alkalommal találkoztak az argentin sztár édesapjával, Jorge Messivel, hogy egyeztessenek vele a transferről. A Messi família számára pedig állítólag igencsak vonzó a Miamiba való költözés gondolata, már csak azért is, mert már van ott egy ingatlanjuk, tehát jól ismerik a várost, ahol amúgy is nagyon sok dél-amerikai ember él. A szóban forgó újságíró emellett azt is hozzátette, hogy ha Messi az Inter Miamit választja, az rendkívüli eredmény lenne nem csak az egyesület, hanem az egész liga számára is, és a dél-amerikai játékos minden kétséget kizáróan a bajnokság történetének legjelentősebb szerzeménye lenne, az érkezése pedig óriási hatással lenne a labdarúgás népszerűségére az Egyesült Államokban, főleg a 2026-os világbajnokság előtt, amelynek Kanada és Mexikó mellett az USA lesz az egyik házigazdája. Az Inter Miami egyébként állítólag Cristiano Ronaldo iránt is érdeklődik, így extrém esetben akár még az is megtörténhet, hogy a sportág történetének talán legnagyobb egyéni rivalizálását prezentáló két futballista csapattárs lesz az Egyesült Államokban. Erre azonban azért vajmi kicsi az esély. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket a hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.